Kürgyarmat tanúszoda Fehér Gyarmaton. Egy oktatómedence és egy sportmedence várja az úszni vágyókat a település új létesítményében. Megújul az út az M3-as és Nyírbátor között. A 820 millió forintos beruházásnak köszönhetően halkabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a térségben. Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiválja. A találkozó célja az volt, hogy a határok által elválasztott magyarok megismerjék egymás kultúráját, népszokásait, és mintát mutassanak a fiatal útkeresőknek is az élet valódi értékeiről. Átadták a fehérgyarmati tanúszodát, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 12. új létesítményét. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az úszodában kialakítottak egy oktatómedencét, egy sportmedencét, valamint szauna és kiszolgáló helyiségek is segítik az úszni vágyókat. A település nagymértékben fejlődött az elmúlt időszakban, mintegy 7 milliárd forintos támogatás érkezett Fehérgyarmatra. A múlt tiszteletére és a hagyományok ápolására kapta a Kürgyarmat tanúszoda nevet az új fehérgyarmati sportlétesítmény. A település az elsők között volt, ahol letették az úszoda alapkövét még 2016 áprilisában. A városnak régi vágya volt a tanúszoda, így az átadás egy mérföldkőnek számít Fehérgyarmat életében. A kormány által biztosított beruházás több évtizedes hiánypótol az úszásoktatás, a versenysport és a szabadidő hasznos eltöltése terén. Olyan fejlesztés valósult meg, melyet régóta vártak az itt élők. Ma egy olyan beruházás ünnepélyes átadásán vagyunk jelen, mely jól példázza, hogy a kormányzat és a helyi önkormányzat sikeresen tud együttműködni egy térség fejlesztése érdekében. Városunk és járásunk lakosainak régi álma vált valóra ennek a beruházásnak az átadásával. Nincs még egy olyan létesítmény, melynek megnyitására ilyen sokan vártak volna. Péter Csaba hozzátette, a mindennapos testnevelés mellett mindenki számára biztosított az úszási lehetőség. A több mint 350 millió forintból épült létesítményben kialakítottak egy 80 cm mélységű oktatómedencét, egy 1 méter 90 cm mély sportmedencét, illetve finszauna, valamint kiszolgáló helyiségek is épültek az úszodában. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program első ütemére 38 milliárd forintot fordít a magyar kormány, ennek része 25 úszoda építése, ebből a 12. átadott a Fehérgyarmati. 2014. februárjában döntött a magyar kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról, melynek eredményeként tantermek, tornatermek és tanúszoda beruházásokat valósíthatunk meg országszerte, jellemzően a járásközpontokban. Ezzel párhuzamosan a Minden gyermek tanuljon megúszni pályázati és különböző olyan programok, amelyet a Magyar Úszó Szövetség is elindított, kormányzati szándékunk, ennek megvalósítása és ennek továbbvitele. Az a cél fogalmazódott meg, hogy biztosított legyen járásonként mindenkinek az úszás tanulása. A rendszeres úszás nem csak vízi jártasságot jelent, az egészséges élet egyik alappillére is. A tanúszoda program célja, hogy minél kevesebb utazással elérhető legyen az úszásoktatás. Fehérgyarmat az elmúlt időszakban nagymértékben fejlődött és fejlődik, mintegy 7 milliárd forintos támogatás érkezett a településre, közölte Tilki Attila országgyűlési képviselő. Ha valaki azt mondja, add alább, hagyd ott, te csak menj tovább, erős hittel, mert semmire sem vágysz véletlenül. Ez az idézet egy korunk egyik ismert alakjától, Jason Stathamtől, a Bluff és a Szállító című film, akciófilmek főszereplőjétől származik. És azért választottam egyébként ezt az idézetet, mert talán azt kevesen tudjuk, hogy ő műugró volt, olimpián nem vett részt, de brit nemzetközösségi játékokon részt vett és jó eredményt ért el. Másrészt azért is választottam ezt az idézetet, mert egy régi vágya valósul meg a fehérgyarmatiaknak, a térségieknek ezzel a tanúszoda átadással. Egy országgyűlési képviselő, egy térségi országgyűlési képviselő nyilván sok helyen mond beszédet, sokszor ad át, szerencsére a kormánynak, de azért higgyék el, hogy nekem is más is egy különleges alkalom ez a mai nap. A szalagátvágásban Risztov Éva olimpiai bajnok is segített a Kürgyarmat tanúszoda bejáratánál.
10,5 kilométer hosszan 820 millió forintból újul meg az M3-as autópályát Nyírbátorral összekötő útszakasz. A felújítással halkabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a térségben, mondta el híradónak Simon Miklós. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, ennek az útszakasznak az építése hamarosan befejeződik, majd július 1-től Nyírbogát és Kisléta, valamint Nyírmihályi és Nyírlugos között újabb munkálatok kezdődnek. A Nyírbátort és Nyírgyulajt, valamint az M3-as autópályát összekötő útszakaszon az elmúlt években egyre nagyobb volt a forgalom. Ugyanis az autópályáról a Nyírbátori Ipari Parkig naponta több tucat teherautó és kamion szállítja az árut, így ez az útszakasz nagyon elhasználódott, szinte teljesen járhatatlanná vált. Most 820 millió forintból a teljes útfelület megújul. A munkálatok április 1. hetében kezdődtek, és a tervek szerint 2-3 héten belül befejeződnek. Nagyon örültünk annak, hogy a területfejlesztési operatív program lehetőséget adott ezen 10,5 kilométer hosszú főútvonal felújítására. Ez közkívánat volt a választókerületben, hiszen a Nyírbátori Ipari Park kamionforgalma is ezen a főútvonalon zajlik, és a rengeteg kátyú és egyenetlen úttest az nagyon zavaró volt, különösen belterületen. Az elhasználódott útfelület most kettős réteget kap. Nyírbátor körterületén a hordozó alaprétegre egy kopó réteget terítettek, ezt biztosítja a jó minőségű aszfaltpályát. Az egyenletes útfelület nem csak halkabbá, biztonságosabbá is teszi a közlekedést. A felújítások július 1-től új helyszínen folytatódnak. Megkezdődik a Nyírbogát-Kisléta összekötő, valamint a Nyírmihályi-Nyírlugos összekötő felújítása is. Mindkét beruházás idén befejeződik. A kerékpárosok is örülhetnek, hiszen 6 kerékpárút épül a térségben, amelyek főleg a 471-es főútvonal mellett, valamint Nyírmihályi, Nyírgersen, Nyírbogát és Nyírbátor belterületén haladnak majd. A Nyírgyulaj-Nyírbátor kerékpárút pedig a most felújítandó, illetve felújított 4105-ös számú főút mellett épül. Tehát reményeink szerint az ősszel elkezdődhet ezen felújított úttest mellett a kerékpárút építése is, ami különösképpen növeli a főútvonal biztonságát, hiszen a kerékpárosoknak lehetőségük lesz a kerékpárúton megközelíteni Nyírbátort. És ezzel az útfelújítással Nyírbátorból akár Bécsig is kiváló minőségű úton lehet közlekedni. A térségben eddig 34 kilométernyi kerékpárút készült el közel 2 milliárd forintból, és további 20 kilométerre nyertek el újabb pályázatot. A Sóstói Múzeumfalu adott otthont a Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiváljának szombaton. A találkozó célja az volt, hogy a határok által elválasztott magyarok megismerjék egymás kultúráját, népszokásait, és mintát mutassanak a fiatal útkeresőknek is az élet valódi értékeiről. A rendezvényt a Családok Éve 2018 programsorozat keretében szervezték meg. Zene, tánc, színi előadások, hagyományos kézműves foglalkozások, íjászat, mentős és tűzoltó bemutató. Ezek várták azokat a családokat, akik szombaton kilátogattak a Sóstói Múzeumfaluba, a Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiváljára közel 1000 határon túli és hazai család érkezett. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a Nyíregyházi Noé Családi Kör Egyesület a rendezvényt a Családok Éve 2018 programsorozat keretében szervezte meg. Három fő pillérre próbáltuk építeni a Családok Éve rendezvénysorozat. Az egyik azok a családtámogatások, amiknek egy jelentős része már január 1-én életbe lépett. A másik az a fajta figyelemfelhívás, hogy bizony a családoknak kell a társadalmat fölépíteni, az a helyes, hogyha a családok szövevényéből áll föl a társadalom, a magyar nemzet, és a harmadik pedig ezek a programok. Itt most egy olyan programról beszélünk, ami a határunkon túliaknak is szól. Nyíregyháza egy befogadó város, ez bizonyítja a mostani fesztivál is.
hangsúlyozta Szabó Tünde. A sportért felelős államtitkár kiemelte, a magyar kormány számos módon igyekszik segíteni a határon túlélő magyarokat. Az összetartozás, az identitás, a kultúra, a hagyomány ápolása mind-mind nagyon-nagyon fontos magyar országnak és a magyar kormánynak is, hiszen 2018 a családokról szól, a családok éve van, és éppen ezért szeretnénk, hogy a határon túli magyarság is érezze ezt. Nagyon sok programunk indulhatott el már idén januártól, Köldökzsinór programmal, és azon keresztül nagyon sok támogatást tudunk biztosítani a magyar édesanyáknak, a gyermekeknek. Ugye elindult, hogy az otthon teremtési támogatás is magas fokon érzékelhetővé válik a családok számára. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke kiemelte, az utóbbi években rendkívüli nehézségekkel kell megküzdeniük a kárpátaljai magyaroknak. Újra rendkívüli nehézségekkel küzdünk, elsősorban az ukrajnai háborús helyzet, a rendkívüli anyagi visszaesés, és azok az intézkedések, amik arra irányulnak, hogy szűkítsék a szerzett jogainkat, mindez rendkívüli nehézséget okoz. Azonban is továbbra is bízunk abban, hogy sikerül megőrizni a kárpátaljai magyarságot, és szeretnénk megköszönni azt a szolidaritást, amit a anyaország kormány, a magyar társadalom nyújt a kárpátaljai magyarságnak. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége a Családok Éve 2018 programsorozat keretében márciusban már nagy sikerrel szervezte meg Csongrádon a Vajdaságiak Fesztiválját, június végén az erdélyek mutatkoznak be Debrecenben, szeptemberben pedig a felvidéki magyar családok lépnek fel Mosonmagyaróváron. Olyan elitista politikát folytat a Fidesz, amelyben semmilyen ellenvéleményt nem hajlandó meghallgatni, hangsúlyozta Tóth Bertalan nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP parlamenti frakció vezetője a Fidesz által előterjesztett gyülekezési jogkorlátozását és a bíróságok átalakítását értékelve kiemelte, a kormánypárt a változtatásokkal saját érdekeit kívánja érvényesíteni. Egy olyan közigazgatási bíróságot akarnak létrehozni, amely az állam összes ügyében egy jogorvoslati fórum lesz, és ebben a bíróságban olyan bírókat és kormánytisztviselőket akarnak majd beültetni, akik nem az ügyfelek érdekeit, hanem a kormány érdekeit képviselik majd. Ide fog tartozni az összes adóügy, a választási eljárás összes jogorvoslati kérelme, de a közérdekű adatigénylések ügye is, ami alapján ugye sok korrupciós ügy kiderült az elmúlt időszakban. Nincs kétségünk afelől, hogy az állam továbbra is titkolózni akar, és olyan döntéseket, amely a Fidesz érdekét szolgálja. Egy menetrend szerinti autóbusz szeretett volna balra kanyarodni Nyíriesnél vasárnap délután, azonban a mögötte érkező személygépkocsi sofőrje nem vette észre, hogy a busz megállt, és hátulról neki ütközött annak. A balesetben személyisérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. Magyarul beszélő hangos óra segíti ezentúl a vakok és gyengénlátók hétköznapjait. A Hun óra névre keresztelt eszköz gomnyomásra mondja el használójának a dátumot és a pontos időt. Az okos eszköz a Móri Zsigmond Színház oszlopos tagja Gékosi Anita hangján szólal meg. Az elmúlt évek alatt számos olyan eszközt fejlesztettek ki, amelyek segítik a vakokat és gyengénlátókat a hétköznapi tájékozódásuk során. Ez az eszközpark most tovább bővült egy magyarul beszélő hangos karórával. Ezt főleg az idősebb korosztály számára fejlesztették ki. A látássérültek körében már régóta kérték, hogy szeretnének egy magyarul beszélő karórát, hiszen az okostelefon elmondja ugyanaz időt, de azért az idős embereknek azt megtanulni azt nagyon nehéz, viszont egy magyarul beszélő karóra sok minden lehetőséget kivált. Az ötlet nem a miénk volt, hanem az Alkosoft Nonprofit BT-é, akik Budapesten találhatóak, látássérült vezérigazgatóval, Dvarjetki Bálinttal működnek, és a kapcsolatunk az régi és nagyon jó. Az Egyesület saját hangstúdiójával járult hozzá az óra elkészítéséhez, itt vették fel a működéshez szükséges hanganyagokat. Számos önkéntes felolvasó segíti folyamatosan az Egyesület munkáját, közülük választották ki a Móri Zsigmond Színház oszlopos tagját, Gékosi Anitát rendszerhangnak. Anita mindenre kapható, amit nálunk az Egyesület stúdiójában vagy egyéb programján történik. Ő örült a felkérésnek és azonnal elvállalta, hiszen rengeteg kiadványhoz adja nekünk kölcsön a hangját. Az Egyesület ismeretterjesztő kiadványát, a szemetgetőt szinte
egy évben mondjuk 6-szor megjelenik, abból 3-szor ő olvassa föl, aztán a gyerekeknek mesét olvas föl, és részt vette az országos brejolvasó versenyen, ahol a zsűriben is közreműködött. Németül és angolul beszélő karóra már létezik, sőt, magyarul beszélő zsebóra is, azonban a magyarul beszélő karóra eddig nem jelent meg a látássérültek eszközpalettáján. Az óra 11.400 forintért megvásárolható, de a június 1-én megnyílt segédeszközpályázat keretein belül akár olcsóbban is beszerezhető. Kilenc nemzet, több mint 40 versenyzője vett részt a leveleki tavon megrendezett V4 plusz nemzetközi jetski kupán, amely az országos bajnokság második futama is volt egyben. Az indulók között 26 világbajnok szállt vízre. A szervezők jövőre Európa-bajnoki futamot szeretnének rendezni a leveleki szabadidőparton. Magyarországon 1991-ben rendezték az első jetski versenyt, 1993-tól pedig önálló szövetsége is van a sportágnak. A valamivel több mint 350 igazolt versenyző közül mintegy 40-en tartoznak a nemzetközi élvonalhoz. Az eredményességre sem lehet panasz, mivel eddig 109 világ, illetve Európa bajnoki érmet gyűjtöttek be a magyar versenyzők. Az elmúlt hétvégén a leveleki tavon megrendezett nemzetközi versenyen 9 nemzet képviselői szálltak vízre. Ez a V4 plusz nemzet közi jetski verseny, tehát a V4 országoknak a versenye, ugye a magyar elnökség június 30-áig tart a visegrádi csoportba, és ennek tiszteletére itt még júniusban megrendeztük ezt a versenyt, tehát a magyar, szlovák, cseh és a lengyel versenyzőkön kívül még 5 további ország, például Iránból, Oroszországból jöttek, osztrák, német versenyzők vannak, úgyhogy nagyon szép számba, és főleg az, hogy nagyon komoly kvalitással rendelkező és komoly eredményekkel rendelkező versenyzők jöttek el. A sportért felelős államtitkár szerint fontos, hogy minél többen megismerkedjenek azokkal a sportágakkal, amelyekben nemzetközi sikereket érnek el a magyar versenyzők. 26 világbajnokot láthatunk a vízen, azért nagyon sok sportág képviseletében megjelenek, és hogyha egy-egy-kettő világklasszis is van mondjuk egy-egy pályán, az már nagyon soknak jelent, és hogyha azt megnézzük, hogy a jetskiben milyen sikeresek vagyunk a világban, akkor ezt tovább kell úgymond támogatni is, és minden feltételt meg kell annak adni, hogy minél többen meg tudjanak ismerkedni, akár a technikai sportágakkal is. Bár technikai sportágról van szó, a 15 percig tartó futamok, valamint a félórás állóképességi versenyek alaposan próbára teszik a jetskisek állóképességét. Sajnos csak ezeken a versenyeken szoktam, amit itt házilag itt szervezünk, és azon veszek részt, és innen érzem, hogy azon kívül, hogy van egy nagy lóerő a motorodban, a kondira nagyon nagy szükség van, ugye kéze főként lábra tartani magad, és tüdőre, tehát ez bármilyen hihetetlen, hogy automotorsportról beszélünk, de nagyon nagy kondit igényel. A település polgármestere elmondta, hogy a tavon, illetve a tóparton rendezett nemzetközi versenyeknek köszönhetően a turizmus is jelentős fejlődésnek indult leveleken. Levelek nagy község önkormányzatának régi vágya teljesült azzal, hogy elkészült a leveleki tópartján, a leveleki szabadidő centrum, a leveleki szabadidő part, és rengeteg versenyt, olyan versenyt tudnak idehozni, amelyet mi a levelek önkormányzata korábban nem tudott megtenni. Többek között itt van a jetski verseny, volt már itt nagyszabású horgászverseny, működik a pálya is, és a különböző versenyek nemzetközi résztvevőket is vonzanak ide, így leveleknek a turizmusát magas szinten emelték. A magyar bajnokságban még 3 futamot rendeznek, Gyékényesen, Nőtincsen és Ónodon szállnak vízre a jetskisek. A leveleki szervezők jövőre egy Európa-bajnoki futamnak szeretnének otthont adni. 3 éremmel zárták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok a 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjét. A nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola lányröplabda csapata a 2. helyen végzett, a pátrohai Móri Zsigmond általános iskola fiú futball csapata és a tiszavasvári általános iskola fiú kézilabda csapata pedig a 3. helyet szerezte meg. 4 napon keresztül 4 sportágban 88 csapat, 1008 versenyzője küzdött Nyíregyházán és Kisvárdán a diákolimpiai érmekért. A 4. korcsoportos összevont labdajátékok diákolimpia országos döntőjében az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulói léptek pályára. Kézilabdában, kosárlabdában, labdarúgásban és röplabdában, a fiú röplabda kivételével mind a fiúknál, mind a lányoknál ott voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői. A szervező megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a rendezéssel is elégedettek voltak a résztvevők.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, teszem, hogy kitett magáért, mint szervező megye. Büszkék vagyunk arra, hogy úgy tudtuk vendégül látni ezeket a csapatokat, hogy biztosan meg tudtuk mutatni azokat a szépségeket, amelyekre büszkék vagyunk. És abban is biztos vagyok, hogy azért olyan sportsikerekkel, olyan sportélményekkel gazdagodtak, és olyan baráti kapcsolatok kötődtek, amely tovább erősíti a megyék közötti kapcsolatokat is. És hát abban annak pedig külön örülünk, hogy azért, mint szervező megye, a megyében szereplő és induló csapatok, akik kivívták a jogot, hogy az országos döntőben megmutassák magukat, ők egész jól szerepeltek, és hát még arra is van esélyünk jelenleg, hogy egy aranyérmet is szerzünk majd röplabdában, hiszen a döntő még hátra van, a Móricz röplabdás lányai, bízom benne, hogy a tavalyi sikert meg tudják ismételni, nagyon fog nekünk szurkolni, emellett pedig egy bronzérem már biztosan a zsebünkben van, hiszen a Pátrahai Általános Iskola futballcsapata, fiú futballcsapata a bronzmeccsen diadalmaskodott, így újra éremmel távozunk majd mi is, vagy újabb érmeket tartunk itt, hol aztán ez pontosabb megfogalmazás ezen az országos diákolimpiai döntőn. A Mórica döntőben 3-2-es vereséget szenvedett székesfehérvári ellenfelétől, így Moravszky Gyuláni együttese a második helyen végzett. A pátrahai focisták mellett a Tiszavasvári Általános Iskola fiú kézilabdázói is bronzéremmel zárták a diákolimpiai döntőt. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Átadták a fehérgyarmati tanúszodát, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 12. új létesítményét. Az úszodában kialakítottak egy oktatómedencét, egy sportmedencét, valamint szauna és kiszolgáló helyiségek is segítik az úszni vágyókat. A település nagymértékben fejlődött az elmúlt időszakban, mintegy 7 milliárd forintos támogatás érkezett Fehérgyarmatra. 10,5 kilométer hosszan 820 millió forintból újul meg az M3-as autópályát Nyírbátorral összekötő útszakasz. A felújítással halkabb és biztonságosabb lesz a közlekedés a térségben, mondta el híradónak Simon Miklós. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, ennek az útszakasznak az építése hamarosan befejeződik, majd július 1-től Nyírbogát és Kisléta, valamint Nyírmihályi és Nyírlugos között újabb munkálatok kezdődnek. A Sóstói Múzeumfalu adott otthont a Kárpátaljai Magyar Családok Fesztiváljának szombaton. A találkozó célja az volt, hogy a határok által elválasztott magyarok megismerjék egymás kultúráját, népszokásait, és mintát mutassanak a fiatal útkeresőknek is az élet valódi értékeiről. A rendezvényt a Családok Éve 2018 programsorozat keretében szervezték meg. Önök a Költség Televízió híradóját látták június 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A Kárpát-medence időjárását továbbra is meleg, változó nedvesség tartalmú, labilis levegő alakítja. Az előttünk álló éjszaka gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Záporzivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést, zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban is változékony időben lesz részünk. A hét közepén egy felettünk hullámzó hidegfront hatására több helyen várható zápor, zivatar és hűvösebbre fordul az idő. A hét végén jövő hét elején már ismét melegebb, változó nedvesség tartalmú levegő alakítja időjárásunkat, így több lesz a napsütés, visszatér a meleg nyári idő, de záporok, zivatarok még továbbra is várhatók.